Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön! Hogyan éljük túl a Destiny 2-t? Félreértés ne essék, itt nem pro tippeket fogok adni arról, hogy hogyan legyél jobb Destiny 2 multiplayer játékos. Arról fogok beszélni, hogy egy általában PvE játékos, aki nem igazán szeret multiplayerekbe menni, de viszont van ott egy-két dolog, amit szeretnénk mi is kifarmolni, vagy esetleg megszerezni azt az egy-két tokent, amit Shexnél be tudunk váltani. Szóval az igazság az, hogy a Bungie nagyon nyomja a Destiny-nek a multiplayerét. És az igazság az, hogy a Destiny-nek a multiplayere nem rossz multiplayer. Viszont a Destiny közössége, ahogy én észreveszem, az inkább PvP felé irányuló, mint sem PvE felé irányuló. Bocsánat, PvE felé irányuló sem, mint hogy PvP felé irányuló közösség. Elmenjünk multiplayerezni, de nem azért, mert hogy annyira szeretjük azt a multiplayer. Természetesen vannak játékosok, akik imádják a Destiny multiplayerét, és a Destiny-nek a multiplayere, azt kell mondjam, hogy az egyik legjobb. Az egyik legjobb multiplayer, viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy az egyik legigazságtalanabb multiplayer is. Úgyhogy ezen videó a PvE játékosoknak fog szólni, akik úgy vannak vele, ó, úristen, multiplayerezni kell mennem, na, akkor ezt a challenge-et is kihagyom. Viszont ugye tök szarérzés, mert akkor lemaradsz valamiről, valamit nem szerzel meg, úgyhogy szeretnék segíteni abban, hogyan él túl a Destiny-nek a multiplayerét, és egy kis kitartással hogyan szerezd meg azokat a challenge-eket, hogyan csináld meg azokat a challenge-eket. Jelen pillanatban a Destiny multiplayerében, a titánoknak áll a világ, szóval az, amikor egy titán elkezd, becsúszni és késelni, sajnálatos módon olyan perkek találhatóak meg a játékban, amelyek azt a titánnak lehetővé teszik, sokszor a hunternek is lehetővé teszik. A lényeg az, hogy rettenetesen el van tolódva egy irányba a multiplayerre. A Destiny-nek remélhetőleg ezt valamikor ki fogják javítani, hogy ne ilyen durva irányba haladjon a multiplayer, mert a végén kikötünk ilyen titán vs titán multiplayer lobbikban, de tény és való, hogy jelen pillanatban az egyik legerősebb karakter a multiplayerre az a titán, és nem csak azért, mert magas reziliencen rendelkezik, hanem mert hogy olyan perkek is vannak a Seasonal Artifactben, amik igen-igen megerősítik a titánnak a képességeit, na de nem erről beszél. És van egy-két mindegy, hagyjuk. Az a lényeg, hogyan éld túl a multiplayert? Válasz egy titánt. Amúgy viccet félretéve a harmadik karaktered, hogyha egy titán és nincs is überre kihúzva, semmi baj, mert a legtöbb multiplayer játékban a karaktered szintje azt nem veszi figyelembe, kivéve az Iron Bannernél, mindig elnevezés jó volt. Szóval az Iron Bannernél ott nagyon is számít, hogy mekkora a light levelöd. Szóval, ja, válasz a titán, de ha nem, akkor válasz, amit van, és ami az elsődleges karaktered. Ami fontos, hogy legalább annyit farmoljál az armor téren, olyan armort farmoljál, aminek viszonylagosan magas a rezilience, és hogyha perkeket is beraksz, akkor igyekezz rágyúrni arra a reziliencre. A másik, amire érdemes esetlegesen rágyúrni, az a mobility lenne. Hogyha emellett van olyan szerencséd, és kifogsz olyan armort is, ahol a gránát töltésed egy kicsit gyorsabban visszajön, az sem egy hátrány, viszont nem akkora nagy pánik. Szóval ott tartunk, hogy már van egy viszonylagos armorod, ami resilience, illetve némi mobility-t ad. A mobility azért hasznos a Destiny 2 multiplayerében, mert hogyha szokva is vagy egy kicsit a multiplayerhez, a jobbra-balra nyomogatáshoz, hogyha lőnek rád, akkor konkrétan a mobility segít elkerülni ilyen golyót, mert olyan gyorsan mozog az ellenfelednek, te olyan gyorsan fogsz mozogni karakterként, hogy nehezebb eltalálni. Továbbá segít felugrani olyan helyekre, amit esetleg a karakteredben nem tudott elérni. A resilience pedig egyértelmű, nem sokkal nem sokkal, de egy-két helyzetben az ellenfélnek egy golyóval több kell, hogy megöljön téged, és ez bizonyos távolságokon igen-igen segítség tud lenni. Szóval ennyit tudnék mondani a pajzsról, a páncélzatról, a ruházatról, amire szükséged van. Hogyha még találsz egy-két egzotikus helmetet, ami segítene netán a célzásban, akkor az se egy rossz dolog. Szóval, fegyverek. A fegyvertrend most Destiny 2-ben, illetve nagyjából amióta megjelent, az a Pulse Rifle-ök köré helyeződik. A Pulse Rifle olyan, mint például a Go Figure. A Go Figure az egyik leggyakoribb drop a világon, Destiny 2-ben, szinte mindenhonnan esik, és egy elképesztően erős fegyver. Ha kifogod egy killclippel, rampage-el, elképesztően erős Pulse Rifle-t kapsz. A másik pedig a hátránya ennek a Pulse Rifle-nek, és nagyon-nagyon tudom ajánlani amúgy, mert hogy jó, én ezzel mentem, hogy is mondjam, ezzel nyomtam végig konkrétan a multiplayert, addig, ameddig ki nem fogtam egy másik fegyvert, szóval kicsit lassan lő, de nagyon erőset lő, 2-3 burstből konkrétan megöl az enemit. Lassan lő, tehát azt jelenti, hogy tartsd távol magad az enemiktől. És ez a Destiny 2-nek az alap túlélése. Ha nem vagy jó multiplayerből, és csak kényszerből farmolod, mert szeretnéd, amit ott van, szeretnéd megkapni, mert jelen pillanatban csak ott van, tegyük fel, akkor úgy kell játszanod, hogy távol tartod magad az enemiktől, mert a Destiny 2 trendje az, a prójátékosok neked jönnek. Shotgun távolságba akarnak érni, melee távolságba akarnak érni, mert a Destinynek az összes broken mechanizmusát ismerik, és azt ki fogják rajtad használni. Ezért távolságot kell tartanod. A rohadt arcade-i játékban te meg kell találd a camper tempót. És ja, távolságot kell tartanod, vagy ha nem is vagy az a nagy távolságtartó játékos, legyél a társit közelében, mindig legyen valaki a közeledben, mindig együtt menjetek neki az enemiknek. A Destiny 2-ben, hogy is mondjam, ritkán, nem ritkán, de ha olyan challenge-ek vannak, ahol konkrétan te kell megüsd az utolsó golyót, akkor sem kell olyan sok killt megöljél, sokat, mint 10 max, 15, sokszor 3-4, hogyha ilyen tokenekért mész, szóval konkrétan te kell megöld az illetőt, de legtöbb challenge-be beleszámolj azt, hogyha már csak részt vettél abban a killben, akkor is kapsz pontot. Szóval ebből a szempontból a Destiny multiplayer-re eléggé jó indulatú, hogy így mondjam. Természetesen lesznek olyan challenge-ek, ahol konkrétan te kellő, de így is, hogyha van valaki melletted, még ellophatod azt a kill. Szóval lopd a killt és tartsd a távolságot, légy valaki mellett, ezek alapvető dolgok, amelyek segíthetnek túlélni a Destiny-ben. Aztán később, ha jön az Iron Banner, akkor nagyon javaslok bemenni hozzá. Rakjátok be a legmagasabb light level-lel rendelkező karaktert, ugyanúgy mondom resilience-el, kis mobility-val ellátott karaktereteket, és addig menjetek, amíg ki tudjátok farmolni a Claws of the Wolf nevű Pulse Rifle-t. A Claws of the Wolf egy rohadt gyorsan lövő Pulse Rifle, nagyon lehet vele aprítani, gyorsan lő, és majdhogy nem olyan erősen, mint a Go Figure, szóval érdemes a Claws of Wolf-ot megszerezni. Nem probléma, amíg nincs Iron Banner, addig mondok egy másikat, a Bygones, ami, ha jól emlékszem, a Gambitból esik, és a Gambit azért nem egy olyan durva multiplayer. A Bygones szintúgy egy gyorsan tüzelő Pulse Rifle-ről beszélünk, és hihetetlenül tudja írtani az embereket. Természetesen azon kis apró kis lépések betartásával, amit az előbbiekben beszámoltam. Szóval a Bygones, Claw of the Wolf és Go Figure, ezek hihetetlenül jó, olyan Pulse Rifle-ök, amikért nem kell sokat farmolni. Szóval ezért tudom ajánlani őket. Aztán később, ha megtetszik a multiplayer, akkor vannak prób fegyverek is, szóval lehet arra is gyúrni, de kezdő fegyvereknek Go Figure, Bygones, illetve Claws of Wolf elképesztően jó. Továbbá, ha még némi sikerélményt akarsz, és ügyes vagy a célzással, akkor tudom ajánlani a handcannonöket. Szinte mindegy, hogy melyiket, de ha van Forsakenöd, és Ace of Spades-ed van mellé, hogy a Forsakennel megkapod az Ace of Spades-et, akkor némi előnybe kerülhetsz, szóval majdhogy nem mindegy, melyik handcannont használod, de az Ace of Spades, úgy veszem észre, némi előnyt tud élvezni, mivel van neki egy olyan perkje, ami hát igencsak megdobja a damage-ét a multiplayerben is. Ha nagyon nem tudsz egy helyben ülni, akkor vannak olyan shotgunok, aminek az a perkje, hogyha eltalálod 100%-ban az enemit, tehát minden golyója eltalálja a shotgunodnak az enemit, megnöveszti a millidet. És ugye ez az egyik legnagyobb dolog, amit csinálnak sokan játékosok, teliben nyomnak és shotgunnal, és utána lemiliznek azba, mert hogy megnövekedett milli damage is. De hogyha nincs is nekik ez a perk, a shotgun megsebez annyira, hogy utána 1 millivel ki tudjanak végezni. Ezért mondom, tartsd a távolságot. Srácok, ezek lettek volna a nagyon basic Destiny túlélésére. Magam sem Destiny 2-ben nem vagyok multiplayer fan, és jobban élvezem a PvE részét, mint a PvP részét, viszont tekintve, hogy milyen régóta multiplayer ezek más játékokkal, nem félek bemenni oda, de mivel hogy az egészet egy olyan kényszernek érzem, így aztán nem szívesen megyek, így az eredményeim sem a legjobbak, mert csak azért megyek, hogy konkrétan azokat a challenge-eket megcsináljam, konkrétan kivegyem azokat a fegyvereket, azokat a cuccokat, mint például az Iron Banner, legtöbbször az az egyetlen multiplayer, amiben részt veszek, nagyon-nagyon-nagyon ritkán megcsinálom a heti 5 játékot, de azt se legtöbbször kihagyom, mert annyira nem élvezem a Destiny 2 multiplayerét, viszont néha szeretném kiszedni a cuccokat, de én magamnak ahhoz, hogy egy kicsit jobban menjen a játék, ezeket a szabályokat alkalmazom, de azt hiszem, hogy ez le is jött számotokra valamilyen szinten a videókból. Persze társíts hozzá, hogy már azért régóta multiplayerezem egy-két másik játékkal. Srácok, ennyi lett volna, nagyon köszönöm a figyelmet. Írjátok meg, mi legyen a következő Destiny 2 videó. Sziasztok!